Már legkevesebb 19-en életüket vesztették a Közép-Európán végig söprő árvíz hullám következtében. A lengyelországi Wrocławban az árházakat sodort el és főútakat tett járhatatlanná. A környékről 3000 embert kellett evakuálni. Donald Tusk kormányfő ezért egy hónapos úgynevezett természeti katasztrófa helyzetet hirdetett és jelezte, kormánya 1 milliárd zlotyt, vagyis majdnem 100 milliárd forintot különített el árvízvédelemre, és az Európai Uniótól is segítséget kért. Van olyan támogatási forma, amiben nem pénzt adnak, hanem felszerelést, embereket és technológiát, mondta a miniszterelnök. Kisé -e délebre a cseh közeli Niszában ennél is rosszabb a helyzet. A város tavak és folyók találkozásánál fekszik, így különösen kiszolgáltatott. Itt az utcák már sehol sem látszanak ki a vízből, ezért a polgármester mind a 44 ezer lakót arra kérte, hogy hagyja el az otthonát. Az osztrák kancellára vihar által sújtott régiókba vezényelte a katonaságot, az osztrák környezetvédelmi miniszter pedig 300 millió eurót különített el a károk enyhítésére. Csehországban háztartások tízezrei maradtak áram és melegvíz nélkül, a morva sziléziai kerületben legkevesebb hárman vesztették életüket. A szlovák fővárosban a Duna állása majdnem elérte a 10 méteres magasságot, ami rekord állapot. A rakpartokat itt is lezárták, de komoly kárról nem érkezett hír. Eközben Ursula von der Leyen bizottsági elnök arra kérte a kormányokat, hogy minden lehetséges módon segítsék az árvízzel küzdő tagállamokat.